Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most felteszem a kérdést. Tervez ő veled egy közös jövőt? Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen ott fent látható egy mágikus. És ez a varázsló, vagy ez a varázslatos vonzalom kettőtök között utal az ő jelenlegi helyzetére, amit ez a kártya még közöl, hogy ő rendezi most a dolgait, és magabiztos. A következő kártya arra utal, hogy mi a terve. Ezen a képen láthatóak a botok, és ez a hölgy elfordul a botoktól. Ez a hölgy téged szimbolizál, és a háttérben lévő botok utalnak a múltra. Ez jelenti az ő elvárásait, ő szeretné, ha te lezárnád a múltat, és tekintenél a jövőbe, ez lenne egy közös életút. Amit a botok még jelentenek, azok utalnak a tűz elemére. Kell számodra most a bátorság, légy aktív, és amit a tűz eleme még jelent, ezek a szenvedélyek, a testi kapcsolat, és ezek az ő gondolatai. A következő kártya arra utal, hogy mi áll nála most a középpontban. Ha ő érzi azt, hogy te érdeklődsz iránta, és lelkesít téged ez a testi kapcsolat, hogy te ezt el tudod képzelni, akkor biztos lehetsz abban, hogy ő is lépéseket tesz irányodba. Mert itt a harmadik kártyán ez látható, és nála is a tűz eleméről van szó, tehát arról, hogy aktív lesz, megvan a bátorsága, a lelkesedése és a szenvedélyek is. A következő kártya arra utal, hogy ki vagy mi befolyásolja őt a környezetében. Ott fent jobb oldalon, ezen a kártyán látható, hogy nála most minden összeomlik. Vagy benne van egy bizonyos helyzetben, és keres egy kiutat, egy lehetőséget, vagy van valaki a környezetében, aki szeretné azt, hogy nála minden összeomoljon. Tehát vannak itt hamisságok a háttérben, vagy irigy emberek az ő környezetében. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy milyen változások lesznek nála. Ezen a képen látható, hogy lesz mozgás. Akkor is, ha neki vannak elvárásai, hogy te jelentkezz nála. Gondold át a dolgokat, hogy ez jó-e vagy sem, de biztos lehetsz abban, hogy ő jön magától. De nem üres kézzel jön, hanem a kezében van ez az arany kehely, és az utal a víz elemére, és itt érzelmekről van szó. Ezt ő átnyújtja neked, tehát nyitott lesz érzelmekről beszélni, és kimutatja azt, hogy szeret téged. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy tekint rád. De mielőtt ezt megtekintjük, mondanám nektek, hogy ezt a jóslást megrendelhetitek 3500 forintért. És ha asztrológiával kéritek az indiai számítás szerint, akkor a díjam 8500 forint. És most megtekintjük a következő kártyát, hogy lát téged. Ezen a képen látható az isteni segítség, holott itt a föld eleméről is szó van, tehát reális dolgokról. Ez nem csak a párkapcsolatra utal te és ő, hanem spirituális dolgokra, az anyagiakra, a munkádra,
ő úgy látja, hogy te meg tudod valósítani az ötleteidet, különösen a spirituális területen van nálad siker, és az elismerés, vannak jó kapcsolataid. Amennyiben a szerelemről van szó, lesz itt egy közeledés mély érzelmekkel, de vágyakkal is, mert ő kívánja ezt a testi közeledést. És most megtekintjük azt, hogy van-e egy hölgy a háttérben, és ha így van, akkor ő hogy viszonyul ehhez a nőhöz? Ez a kard ott alul bal oldalon a szakításra utal. Tehát ő elvágta már ezeket a kapcsolatokat, mert lezárta a múltat. És most megtekintjük a következő kártyát, és az arra utal, hogy viszonyul ő ezekhez a dolgokhoz. Ő már elfordult ettől a nőtől, mert nem akar vele kapcsolatot tartani, hiszen mindig úgy volt, hogy ez a nő hátráltatta őt. Itt voltak korlátozások, erre utal a 9-es szám. De mivel ezen a kártyán az érmék láthatóak, itt voltak vagy vannak anyagi dolgok, de korlátozások is. Én úgy gondolom, hogy ez a nő követelőzne, de ő nem hagyja, hogy ez a nő kihasználja őt, és korlátokat szab számára. Most megtekintjük azt, hogy közeledik hozzád. Ezen a képen látható egyrészt az isteni segítség, és ez jelentheti az ő hitét. Ő hisz benned, ő hisz ebben a szerelemben. A képen látható ez a testi közeledés, ő megérint téged. Azon kívül ez a kártya szimbolizálja a tűz elemét, és az utal a bátorságra, a lelkesedésre és a testi kapcsolatra is. A következő kép azt mutatja, mit tudsz annak érdekében tenni, hogy javuljon a helyzet. Ez a hölgy mutatja a mérleget. Itt mérlegelni kell a dolgokat. Te vigyázz arra is, hogy ne hasonlítsd össze magadat másokkal. Te egy egyéniség vagy. A mérleg azt is jelenti, hogy őrizd meg a belső egyensúlyodat. Ez a kép, a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot is. Te és ő összetartoztok. És most megtekintjük a jövőt, erre utal a következő kártya. Itt ezen a képen, ott alul jobb oldalon láthatóak az érmék. Azok utalnak anyagiakra, a munkára, ezt neki még rendeznie kell. A 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik, és ez az aranyút vezet benneteket ehhez a házhoz, és ez lesz egy közös otthon. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rákos.